talán kéne még élet is. Úgy, meg stamina, meg strength is. Stamina is kell bőven, az nagyon-nagyon kell igazából. És akkor még egy menjen mondjuk ide a strength-be. Remélem nem probléma, hogyha elhasználom az így a lelkeimet. Mindig lesz nálam backupnak a... Mindig itt lesznek nekem backupnak ezek a lelkek, mert most van kettő nagy lelkem is. A Ruin Sentinelnek meg a Pursuernek is a lelkem. Szóval, ja, haladjunk tovább. Szerintem nekünk most ez kell. Remélhetőleg találni fogok mondjuk plusz... ezt megint csak ismételgetem magam, de remélhetőleg minden hamarabb találni fogok magamnál. Lehet, hogy nem magamnál, hanem valahol a játéknál még több... Estus Flask Shardot? Mert nagyon-nagyon kevés Estus Flaskünk van. És most megpróbálom ezzel kapcsolatban befogni a pofámat, mert túl sokat mondom ezt. A seggfejet mindig fel fogja magát robbantani, úgy fest. Itt is van egy út, meg ott is van. De nem tudom, melyik a helyes, szóval menjünk le. Ott van egy kutya. És már végre levédek minden támadást. Őrzött egy ilyen large clubot. Igazából... ha úgy veszük... jobb is, meg rosszabb is. Nem. Ezt akarom nézni. Poise damage. A poise damage az jobb. A poise damage meg ugyebár jó. Ott van még egy ilyen feroz izé-bizé. Priest's Chime. Ez gondolom valami magic-es dolog lesz. Ja. Yeah. Kéne egy feroz Luckstone, mert kíváncsi vagyok, hogy mik vannak ezek mögött. És én még a játékomban egyet se találtam, de tudok venni egyet az öreg nénitől. Szóval szerintem most elnézést az izé-bizé miatt, oda-vissza utazgatási helyet, de visszamegyek Majulában. Megnézem, hogy mennyibe kerül. És veszek egyet, mert akkor elhasználom a lelkeimet. Plusz van még egy az erdőben is, az óriások erdejében. Végtelen mennyiségben árulja? Nem csak egyet árul, 4000. Akkor... elhasználom mondjuk mind a hármat, és akkor biztos, hogy lesz elég lelkem. Ja. Yeah. Ide vele. Meg akkor a maradékból vegyünk mondjuk live gemeket. Nem, hogy inkább gyűjteném. Megtudjuk, hogy végre mit csinálnak ezek a kurva ijesztő falak. Feral's Doors, vagy nem is tudom, hogy mindenkinek ezeket nevezni. Van egy kutya, arról ne feledkezzünk meg. Akit már megint túlélt egy vágást valamiért. Na, lássuk csak. Rakjuk be. Éve egyben sem szájába nyomom. Ah. Ezt meg már ütni is lehet. Belfry Luna. Oké, valami ribanc sikoltodik. Mi a fasz történt itt, haver? De törp biztos tudja.
Kert sehol már kicsit be van kattanva szerintem. Oké, ez elég hátba zongató. Jézus Krisztus, hajön. Miért is ne, hajön? Abandon your covenant and join the Bellkeeper covenant. Miért is ne, hajön? Az előző covenantom nem mintha túl sok mindent csinált volna igazából. Bellkeeper seal. Hey, achievement! Ez lényegében ilyen PvP zóna, akkor mindig leszek spawnolva, hogyha valaki ide jön. Nem tudom, haver, azért még körbenéznék. És hogyha minden igaz, akkor engem már nem fognak Bane védelni, mert én most már szintén tagja vagyok a Bellkeepersnek. Oh, hello? Kis törp. Phantom formában. Skeptic Spice. Rusted Coin. Tudom ezekről farmolni. Oh, hello. Nem értem, hogy miért tudom meg őket, hogyha most már lényegében egy Covenantben vagyunk, de se baj. Mindjárt elolvasom ezeket az üzeneteket is. Haver, ezt ott elütötte a pajzsomat? Boss ahead, therefore try lightning. Try ally. Az üzenetet akartam elolvasni, de annyira nem fontos ezek szerint. Egyszerre kettő törpe nem akarok megküzdeni. Ijesztő társaság. Ezek a kis tömzsi lábaikkal, meg kezeikkel. Tudom őket backstabbelni? Nem. Meghallanak. Itt van egy láda. Olyan mit rejt a láda. Radiant Lifegemek és Twilight Warbuck. Király. Még valahol valami miatt meghúzom a kart és történik valami baj szerintem. Még több Skeptic Spice. Meg kell nézni, hogy ez mit csinál. És lesz egy boss, amihez minden igaz lightningot kell használni, hogyha hihetek az üzenetnek. Szóval valószínűleg használni is fogom. Itt nem volt már ennél semmi? Valóban nem? Akkor húzzuk meg a kart. Juhu. És ezt a rácsot hogyan kell felemelnem, mondom. Tá. Felemelkedik az magától is. Rendben, hiszek a játéknak, játékosoknak. Ez volt az utolsó, tudjátok mi? Gold Pine Rézi nem, szóval menjünk be. Belfry Gargoyle. Ez egy újra skinelt Dark Souls egy boss harc lényegében akkor. Úgy fest, igen? Ó, többen vannak ezek is. Ójjaj, a tűz az rossz. Értem. Na, hogy megöljön. Egyszerre hárman azért kicsit necces. Bár annyira nem vészesek igazából, szóval... Nem kéne elszólnom a dolgot, ez azért elég necces volt.
Ezt leheteltem, Rin? Csak most ezek is így be akarnak engem keríteni. Ami nem fair. Haj, hagyjatok meg békén. Kis csekkfejeg. Először ezzel elégeznék. Inkább próbálj meg tüzet helyném. Nincs, mit is csinálsz pontosan, barátom? Jézus Mária. Ó, hát én is meghaltam, zsír. Annyira nem lenne vészes, de egyszerre minimum kettő, és legalább három jön rád. És a minimum és a legalább itt most lényegében ugyanazt jelentette, szóval ennek nem volt sok értelme. Mindegy. Próbálkozunk meg ezzel még egyszer. Reméltek többi, mert nem kell harangoznom. A lelkeimet nem akarom otthagyni, nem mint hogyha sok lett volna nálam. És hogyha minden igaz, mint ahogy mondtam, mivel én most már ennek a Covenantnek a tagja vagyok, nem is tudom, hogy miért csatlakoztam, mert ez egy szar. Rohagy megjáték. Ha minden igaz, akkor ide fognak engem hozni, hogyha közelben vagyok. És hogyha jön valaki, aki nem a Covenantnek a részesem. Szóval igen, Dark Souls PvP-t most így majd be fog mutatkozni még jobban. Hát intézzük el gyorsan aztán. Elpazaroltam a Gold Pine Resinemet, szóval remélhetőleg anélkül is sem kivitelezhető ez a harc. Ennek én örülnék, kifejletem. Lehet, hogy kevesebbet fogok sebezni. Elfogadhatóan sebzek most is. Igazából szóval nincsen nagy bajom. Csak most be vagyok ide szorítva, az már annál nagyobb bajom. És nem tudom, hogy időhez vannak-e kötve a gargoyloknak a fejlődésük. Ez nem volt fair, de se baj, játék. Te ezt megteheted, mert te vagy a Dark Souls. Ugyebár. Ez aztán majd hátba seggfej. Vaj. És megint úgy meg fogok halni, mint a szar. Légy szíves, menj az arcomban. Vaj. Egy gesztuszom maradt, azt is kell használnom igazából. Hát a faszomat. A halál túl sok. Ne gyere, ezeket már el akarom intézni. Nem is erre kell mennem ahhoz, hanem itt le. Én kibaszott retard. Na, leesni végre. Köszönöm. Talán most már harmadjára össze is jön. A fejütés legalább nem nehéz. Ez a legjobb az egészben. De ezt, hogyha megint be fogom szopni. Akkor én nagyon-nagyon fel fogom húzni magam. Miért nem javítják meg a kibaszott parkettet? Ezek miért tudnak átütni a... Hagy, tudod mit, törp? Hagyj engem békén. Úgy nem. Én leszarom, én bementem. Kapjátok be, törpök. Ó! Kapjam be én is, úgy fest. Na. Annyira nem is lehet óvatosra fogni ezt a boss harcot, mert ez történik, mint ami most történt. Inkább vigyünk egy esztuszt.
Plusz a stamina használat. Hallom már a harmadik gargoyt is ott balra tőlem. Bizony, bizony, már ott is van. A tűz az OP, ezt ne feledjetek, gyerekek. A tűz az nagyon is OP, ezt még mindig ne feledjetek. Oké, intézzük el ezt gyorsan. Csak részén ne halljunk meg. Ennyi, hogy egy kicsit csendes lennék a boss harccal, de mit is mondhatnék, én egy picit félek? Mert ebben a játékban eddig az összes boss harc szétrúgta a picsámat. Egyik jobban, mint a másik. Sajnos egyik jobban, mint a másik. Seggfejség vagy. Tehát ne rohanj be, amiközben itt live jam-edek. Végezni akarok ezzel itt. Nem tudom, hogy hogy állunk, nem tudom, hogy még melyik gargoly fog feléledni. Hogyha nem az összes. Ha ez a kettő marad, akkor talán még annyira nagy baj se lesz. Ezt meg tudtam ütni? Nem vagyok benne egészen biztos. Aj. Olyan szar, hogy meg tudják törni az embernek a védelmét szinte bármikor. Simán megtörik, ha ön... És a live jam-eim már fogytán vannak. Ilyenekre elpazarolni őket eléggé szar, szóval szerintem... Azt én ott most hagyom a picsába. Talán még egyet megpróbálkozok. Még egy utolsó próbálkozás. Már én csak közben nem tudom, mi ez a hang. Szerintem furnak a szomszédban, szóval mindegy, 5 perc múlva amúgy is abba akartam hagyni, mert már 1 óra 55 perce játszok. És mást is kell még csinálnom. Bekaphatod, haver. 9 lehet homeward bónozni a boss harcokból? Ezt meg kell tudni. Mert akkor én csak elfutnék a lelkeimmel, aztán sem. Kibaszottul szombat délután, aki a faszon fur szombat délutánként. A szombat az egy kibaszott pihenős nap. Még itt is beint védelnek engem. Te rohadt nyomi. Kap be a faszt. Ja, ez olyan seems legit volt, nem tudom, mi a fasz történt. Jó, én kiszálltam. Én kurvára kiszálltam, haver, ezt most én ne hajoljál meg. Ennyit azokról a lelkekről, ennyit mindenről, ennyit a becsületemről, ennyit a... Minden, ne integessél, hagyjál békén. Seggfej. Ennyit a méltóságomról is. Ennyit mindenről. Ez el volt baszva, haver, mindegy. Az utóbbi videókban szinte az összesben csak felhúzva láthatatok engem, szóval remélhetőleg még így is tetszettek. Viszont a következő részeknél, és addig is sziasztok!